A hírek szerint több falut is visszafoglaltak az ukránok a zaporizsiai fronton. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője azonban arról beszélt, hogy minden ukrán támadást visszavertek. Közben Kijev még több leopárd harckocsit kér Berlintől. Németország mellett Franciaország és Lengyelország is azt ígérte, hogy újabb fegyvereket küld a frontra. Sajtóinformációk szerint Joe Biden elnök többet várt az ukrán ellentámadástól. Címszavakban ennyi, jönnek a részletek Tari Judit Titanillától és vendégétől. Így van, a téma egyik nagy szakértőjét kérdezem, Bán Dalzsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Jó estét! Jó estét kívánok! A felek természetesen egymásnak ellentmondó információkat közölnek, ahogyan ezt megszokhattuk ebben a háborúban. Az ukránok azt mondják, hogy jelentős az előre nyomulás, az oroszok azt mondják, hogy minden támadást visszavertek. Mi az, amit tudunk, ami biztos? Egyrészt röviden elmondható, hogy nagyon keveset tudunk, hiszen a források nagy része Oroszországtól származik, egy forrás pedig nem forrás. Ukrajnában hivatalosan hírzárlat van, tehát nem tudunk folyamatosan értesülni arról, hogy mi történik a fronton. Néha-néha vannak ukrán közlemények, mint például itt elhangzott a felvezetőben is, hogy 7 falut foglaltak vissza. Ez egy közlemény volt, de egyébként a front állásáról, ukrán oldalról gyakorlatilag semmit nem tudunk, viszont Oroszországban az orosz katonai tudósítók részéről folyamatosan ömlik az információ kontrollálatlanul, csak hát ugye ebből tudunk dolgozni, de nehéz megbízni ezekben a forrásokban. Ami látszik az elérhető források alapján, hogy 3 front szakaszon is megindult az ukrán ellentámadás, Zaporizsjében, Donyecnek a délnyugati részén, illetve Bakhmut környékén vannak helyi taktikai sikerek, nagy áttörésről még egyáltalán nem lehet beszélni, de azt is fontos elmondani, hogy ugye egy hete tart ez a fajta intenzívebb ellentámadás, és az ukrán erőknek még csak a töredéke került a fronton, tehát amit az oroszok is elismernek, hogy nagyjából 2 vagy 3 ukrán dandárról beszélhetünk a jelenlegi harcok során, és 12 dandárt készítettek elő az ukránok erre az ukrán ellentámadásra. Tehát feltehetően az igazi nagy ukrán erőbedobás még nem érkezett el, ezek inkább ilyen kóstolgató jellegű próbálkozások, az orosz védelemnek a gyenge pontjait próbálják megkeresni, és ha megtalálják, akkor indulhat az a nagy fókuszált ukrán ellentámadás, amire hónapokon keresztül készültek. Mennyire erős az orosz védelem? Ugye az oroszok a védelmi vonalaikat, azokat hónapok óta tökéletesítik, több sávos ez a védelmi vonal, mennyire lehet ez erős? Ez a legnagyobb problémája jelenleg az ukrán haderőnek, erős az orosz védelem, ráadásul ahhoz, hogy katonai sikereket érjenek el, a francok az bizonyos pontjain kell támadni, és nyilván ezeken a szakaszokon az oroszok is számítanak arra, hogy ott indulhat meg az ukrán ellentámadás, és valóban több mint fél éve volt az orosz oldalnak, hogy felkészüljön rá, tehát ellentétben azzal az ellentámadással, amit tavaly ősszel láttunk, akkor Oroszország nem volt védekezésben, akkor alapvetően egy támadó jellegű hadműveletekre rendezkedtek be, és nem is számítottak arra, hogy sikeres lesz az ukrán ellentámadás, és sikeres volt. Utána pedig már megfordult a helyzet, védekezésre rendezkedtek be, és valóban hónapokon keresztül ugye lövészárkokat ástak, ukrán páncélozott járművek elleni ilyen tüskéket raktak ki, elaknásították az egész területet, tehát amit láttunk most videók, azok elsősorban, hogy az aknamezőken próbálnak átjutni az ukrán harckocsik, ott elakadnak, az orosz tüzérség ugye megsorozza őket, és az orosz légierő is ezen a területen fölényben van, hiszen a területet Oroszország kontrollálja, és Ukrajnának pedig nincs meg az a légereje, ami ellensúlyozni tudná az orosz légi fölényt. Tehát ez egy drasztikusan más helyzet a fél évvel ezelőttihez képest, sokkal nehezebb, de azt is el lehet mondani, hogy akkor még egyébként fél évvel ezelőtt nem álltak rendelkezés azok a támadó fegyverek Ukrajna számára, amelyeket Ukrajna ugye azóta kapott, ugye elsősorban például a német Leopard harckocsik, vagy Egyesült Államoktól, Kanadától és Németországtól kapott páncélos harci járművek. Igen, és arra már nyugati sajtóban is jelentek meg cikkek, hogy veszteségei vannak Ukrajnának, komoly veszteségei. Mennyire tudják kihasználni ezeknek a fejlett fegyvereknek az előnyeit? Ugye rengeteg fegyver érkezett Ukrajnába. Mennyire tudják kihasználni az ezek nyújtott előnyöket? Ugye egyrészt nem ismerjük a pontos veszteségeket, ezt is, ahogy említettem, a források nagyon egyoldalúak, és hát az orosz propaganda nyilván felhasználja azt, tehát például napokon keresztül egy mezőről készült képeket láttunk, több különböző beállításban, nappal, este, éjszaka, és úgy adták el, mintha ezek különböző ugye megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök
lettek volna, közben pedig ugyanaz a mező volt, amit bemutattak. Amit képek alapján igazolni lehet, a nagyjából 20-30 ukrán páncélozott harci jármű és harckocsinak a megsemmisülése, viszont a képek alapján például az látszik, hogy a legénység megúszta, tehát ki tudtak szállni a járművekből, és el tudták hagyni a harci terepet, tehát például a legénységnek az életét egyértelműen megmentik ezek az eszközök, és ahogy említettem, mivel az Oroszország készült védekező műveletekre rendezkedett be, pont a páncélozott harci járművek és a harckocsik azok, amelyek Ukrajna képes lesz áthatolni az orosz védelmen, ezek nem álltak rendelkezésére ilyen mennyiségben Ukrajna számára ezelőtt. Érkezett már egy friss hír, hogy Amerika Washington urániumot tartalmazó lövedékeket küldene Ukrajnába, a Wall Street Journal írta meg. Ugye az uránról mindenkinek az atomfegyver jut eszébe. Mit kell tudni ezekről a fegyverekről? Ugye korábban már volt bejelentés, hogy Nagy-Britannia is küld ilyen uránium tartalmú lövedékeket. Ezekre azt kell tudni, hogy a világ számos hadseregében használják. Nincs olyan radio, tehát annak ellenére, hogy nyilván az orosz propaganda is rászállt erre a témára, nincs olyan radioaktív, ezek nem radioaktív, nem nukleáris fegyverek, egyáltalán nem erről van szó. Nem atomfegyverek, nincs, egyáltalán nem arról van szó, hogy robbanáskor egyfajta, tehát olyan pusztítást okozna, mint egy nukleáris fegyver, arról van szó, hogy az átütő ereje sokkal nagyobb, tehát átviszi a páncélt sokkal jobban, mint egy normális lövedék, és ilyet egyébként az orosz hadseregben is használnak. Ukrajna rendelkezésre eddig ugye nem voltak ilyen eszközök, Nagy-Britanniától kaptak először, tehát sokkal jobb az átütő képessége, ez az elsődleges, amit tudni kell erről. Közben zajlik a úgymond diplomáciai háború is, itt a NATO ugye csúcs találkozóra készül júliusban Vilniusban fognak összeülni a szövetség tagja, és az Európai Parlament ezzel kapcsolatban arra szólította fel a NATO-t és a tagállamokat, hogy hívják meg Ukrajnát a katonai szövetségbe ezen a vilniusi csúcs találkozón. A NATO főtitkár válaszolt is egy interjú során, erre rákérdeztek, és Stoltenberg kijelentette, hogy Ukrajna egyelőre nem kap meghívást a NATO-ba, legalábbis ezen a csúcs találkozón biztosan nem. Mi ennek az üzenet értéke, hogy kell értelmeznünk ezt a szóváltást? Ukrajna nagyon bízott abban, hogy hasonlóan, ahogy tavaly ugye hónapokon keresztül zajlott az előkészítés Ukrajna EU tagjelölti státuszára, és ugye végül Ukrajna tavaly júniusban megkapta az EU-s tagjelölti státuszt, abban bíztak, hogy idén, ugye egy év elteltével esetleg egy hasonló perspektívát kapnának a NATO-tól, ha nem is egy konkrét tagságot, de mondjuk egy ígéretet, hogy néhány éven belül a NATO tagjává válhatnak, de az eddigi visszajelzések alapján szinte én kizártnak tartom, hogy ez megtörténne. Ukrajna egyfajta szimbolikus üzenetre vár, hogy perspektívát adjanak számukra, garanciákat adjanak az ország védelmére, de erre nem sok esély kínálkozik, hiszen Ukrajnában egy háború dúl, és Ukrajna NATO tagsága jelen helyzetben azt jelenteni, hogy gyakorlatilag az összes többi NATO tagállamot is a háború részeseivé tennék, úgyhogy ilyen együttműködés a NATO-ba ugye van, továbbra is lesz, de az, hogy Ukrajnának egy NATO tagságot ígérnének a közeljövőben, erre nem sok esély mutatkozik. Nagyon kevés időnk maradt, körülbelül fél perc. Szijjártó Péter külügyminiszter mondta azt, hogy a békepártiak többen vannak, mégis a háborús retorika a hangosabb, ezért a békepártiaknak fel kell csavarniuk a hangerőt. Minek kell ahhoz történnie, hogy megerősödjön a békepárti álláspont, és valahogyan tárgyalóasztalhoz ültessék a feleket? Hát ez ugye az kell, hogy mindkét oldalon hajlandóak legyenek a tárgyalásokra, nem csak ukrán oldalon, de orosz oldalon is. Egyenlőre ugye ilyen készséget nem láttunk egyik fél részéről sem, hiszen az elmúlt fél évben a fronton a helyzet arról szólt, hogy előbb Oroszország próbálta megváltoztatni a viszonyokat, és ugye újabb területeket elfoglalni, majd amikor az orosz támadás kifulladt, jött most ugye Ukrajna, és Ukrajna abban bízik, hogy katonai eszközökkel sikerül visszahódítani a területeket. Minden háború előbb-utóbb békével fog végződni, minden háború előbb béketárgyalásokkal, fegyverszünettel, békével fog végződni, csak addig, amíg ez megtörténik, minden fél ugye lehető legtöbbet próbálja kihozni ebből, hogy jobb helyzet, jobb alkupozíciót harcoljon ki, és most
sajnos a fegyvereké a szó, tehát most elsősorban fegyveres úton próbálkoznak. Ha ugye itt két forgatókönyv van, bocsánat, tudom, hogy röviden kérte, vagy ha sikeres lesz az ukrán ellentámadás, akkor az például a tárgyalóasztalhoz tudja ültetni a feleket, mert akkor lehet, hogy orosz oldalon is kompromisszumkészség mutatkozik. Ha nem lesz sikeres az ukrán ellentámadás, akkor inkább a befagyás irányába fog hatni a dolog, és akkor az is elképzelhető, hogy sok hosszú éveken keresztül egy ilyen felfüggesztett helyzetben lesz az orosz-ukrán háború. Nagyon szépen köszönjük Benda Zsevszki Antonnak, hogy itt volt velünk.